Szevasz, üdvözlök mindenkit ezzel a szép napon, beteg vagyok, de képzeld el, fáj a torkom. Megérek ordibálni, úgyhogy osztal vannak egy pár ilyen gyógyszert. De, még mielőtt beveszem ezeket a gyógyszereket, valamit meg szeretnék veletek osztani, én is a Lukasz, de lehet, hogy először beveszem a gyógyszert, és utána osztjuk meg veletek, vagy osztom meg veletek. Ugyanis tegnap este elkezdett fájni a torkom, nem tudom, hogy hallod-e a hangomon, vagy nem, de nem tudok üvölteni. Egész nap alig tudtam beszélni. De csütörtök van, úgyhogy gondoltam, hogy csütörtök van, kell videót készíteni, és azért videózok. De nem minden, fáj a torkom. Szóval, beveszem ezeket a gyógyszereket, és remélem, hogy jobban leszek. Hamarosan van nálam Strepsils, ez jó torokfájásra, kivéve, hogy ez gyerekeknek való. Ugyanis a felnőtt verzióból kifogtunk, képzeld el. Jön a Davis is közbe. Úgyhogy ezzel fogok próbálkozni, ez mellett van méz nálunk. Ilyen fajta méz, ez a új-zélandi méz. Méz, látod? Nem méz, méz. Ilyen palig van már bent. Ebből átláb ilyen kisebb kanállal, ilyen emigenél nagyobbat. Naponta egy kétszer vagy háromszor eszel bele. Jó a torkodra. Legalábbis jó szokott lenni, kívül, hogyha nagyon fáj. De képzeld el, hiszed vagy nem, itt van a Davis. Mi a ezen nyuszi? Próbálj nem túl közel jönni hozzám. Képzeld el, fáj a torkom, hogyha nem beszélek. Ja, hogyha nem beszélek eleget, akkor fáj a torkom. Amit elkezdek többet és többet és többet beszélni, így a torokfájásom szép lassan meg, nem azt, hogy megszűnik, de jobb lesz. Úgyhogy lehet, hogy sokat kellene most beszélnem. Vagy hogyha iszol, vizet. Mit csinálsz? Te nem veszed be a gyógyszert. Aztán veszünk be panadolt, látod? Ezt a gyors panadolt. Ugyanis ez gyorsan hat, legalábbis az van rájva. Jó ez mindenre. C-vitamint. Ugye ezeket gyorsan beveszem, és megosztjuk veletek a... amit meg akarok veletek osztani. A Lukasszal. Davis közben ellopta a mézemet, ott látod, ott viszi. Amúgy ez a méz jó sok mindenre. Én szoktam néha enni, főleg, hogy egy kicsit kezdek betegetni, vagy hogyha már beteg vagyok. Bár hogyha beteg vagyok, már nagyon nem segít magad vagy rajtad. Az idő amúgy olyan nézél, látod, kezd felhősödni. Ilyen tavaszi idő van most már, komolyan mondom, nincsen meleg. Nincsen hideg, nincs az a túl meleg. Most ilyen pont úgy elmegy. Képzeld el, reggel is, mikor kimentünk, azt mondta a rádió, hogy 23 fok van. Bár én fáztam reggelben, lehet, hogy azért, mert mikor felébredtem, kicsit olyan hideg volt, nem hideg volt, hanem én fáztam, mert beteg vagyok, de azt mondta a rádió, hogy 23 fok van. Na, mi a helyzet? Mit? Játékvideót nézel? Ja. Na, úgyhogy, most pedig nem más, mit csinálni, bejelentjük nekik, eláruljuk nekik, mit csináltunk. Mit? Mit csináltunk? Mit? Ja, eláruljuk. Ja. Csak utáskodtam. Na gyere ide, eláruljuk, bár most már címben lehet, hogy tudjátok, mert kicsikét sötét van. Fölkapcsoljuk a villanyt. Nagyon sokan kértétek, ja. Rettentő régóta. Sok. Úgyhogy... Én csatornám. A te csatornám, mindenhol. Úgyhogy úgy döntöttünk a Lukasszal, hogy létrehozzunk egy vadonatúj csatornát. Ja. Tehát nem ezen a csatornán, nem. Egy másik csatornán fogunk ja. Nem más csinálni, mint... gaming! Játszani fogunk játékokkal, PlayStation játékokkal, mindenféle fajta játékkal, ja. És a videónak. Az első videót meg tudjátok nézni, hogyha ide a videó alá kattintatok, a leírás volt van a link, oda fel tudtok menni, és a leírásra megtaláljátok, hogy hova kell kattintani, hogy megtaláljátok a csatornát, a videót, egy kicsikét fáradt a fejem, nem is fáradt. Ja. Na ugye, úgyhogy én remélem, hogy sok ember örülni fog ennek, főleg a fiatalabbak, ugye, a gyerekek, a... Mindenki a én csatornámon. Mindenki a te csatornán, ugye rettentő régóta kértétek ezt tűnik, hogy mikor lesz gameplay, meg hasonló ilyen videók, és úgy nem tudtuk, hogy Lukasszal, hogy lesznek. Ja. Tehát egyet lefilmeztünk, filmezünk még többet is, hetente ja, legalább. Sokan. Egyet, kettőt, hármat, ötöt, nem tudom, szóval. Meglátjuk. Sok videót, egy pár videót fel fogunk tölteni. Úgyhogy lehet, hogy nem voltunk benne a legjobbak, jó voltunk benne? Ja. Ja, na minden. Nem tudom, lehet, hogy jók voltunk, lehet, hogy nem, majd ti eldöntitek. Úgyhogy gondoljátok, iratkozzatok fel, és osszátok meg, kommentáljatok, hogy ja. Hogy tetszett, hogy nem tetszett, és mivel játszunk legközelebb. Mi a neve? Mi a neve? A neve nem más, mint? M Gaming. M Molnár. Nem Molnár, csak M. De az M ugye, na minden. M Gaming. Úgyhogy én remélem, hogy örültek neki. Ezen az oldalon megmaradnak ugyanezek a videók, ezek a vlogos videók, tehát itt semmi nem fog változni, de akit érdekel ezek a gaming videók, az oda fel tud menni, és ott ne tudja nézni. Most pedig nem más csinálunk, mint... Nem. De.
tanulunk. Feladatot fogunk csinálni, sok házi feladatod van? Nem sokan. Egy-kettő. Olvasni, írni, tanulni. Ha nem olvasni most. Ha miért? Nem beadták a könyvet most. Nem kapták könyvet. Egy olyan másik teacher volt. Fantasztikus. Ami a Lukács szeret olvasni, nem szeretsz te olvasni. És nem csak olvasni, hanem írni is. Kézzel egy ilyen rövid történeteket nagyon szeret írni. Ott az iPad-en. A múltkor is ilyen skifi történeteket, ilyen rövid történeteket. Ja, látod, ezt mindő írtam. Ez a planet. Ez nem az utolsó, amit írtál. Nem, ez a legújabb. Az a legrégiebb. Ez a legrégiebb. Crystal. És az utolsó történet az hasonló volt, mint a Sliders. Nem tudom, ki látta a Sliders, vagy ki nem annak idején. Én annak idején rettentően szerettem a Sliders. Ugye volt ez a sorozat, közben jött a Davis. A Porto. A Porto. Az hasonló volt a Sliders-et. Amit a Lukács írt. Most indultam a gyújjó, a Beacon. Én nem tudom, mire tudtam írni, és csak mondom, Arrow! Arra, na vagy elolvassuk. Na, megnézzük, mit kapog itt a Davis. Az autót, ugyanis megnézzük, hogy fel van-e töltve az akkumulátor. A hétvégén kimegyünk, és valószínűleg megint ugratunk egyet, meg pörgünk a homokba, meg mindenfelé, de fel kell hozzá tölteni az akkumulátort. Nem tudom, hogy meddig bírja, vagy meddig nem, de ahogy nézem az autót, oda nézzél. Várjál, mutatom. Látod, kezd lejönni ez a... Mi ez? Ez a védő valami? Ide raktam ugye a GoPro-t, ide ráragasztottam, és a ragasztó leszette ezt az egészet, és így most le lehet húzni. Látod, ilyen csúnyán néz ki. Amúgy még mindig működik. Aztán mondták, hogy ezt le lehet ám cserélni, ugye ezt a vázat, vagy nem a vázat, a külsejét, ugye ezt az egészet, ezt le lehet cserélni. Hogy mi le fogjuk-e cserélni, vagy azt nem tudom, hogy le fogjuk-e cserélni. Ameddig működik, a GoPro-t azt tudom, hogy rá akarom majd ide ragasztani, hogy lehessen rendesen látni majd mindent. Vettem ilyen pillanatragasztót. Ezt a jobbik fajtát, ugyanis van ez az olcsóbb kínai változat, amit hiába ragasztasz, akármit leesik róla. Meg van ez a jobbik változat, ami átlag jobb, legalábbis az öcsém azt mondta. Ötletem. Tehát nem más kell, mint kell egy tigris. Látod? Egy ilyen tigris, egy ilyen aranyos tigris. Mi a baj? Elejére nyúszi. Keresünk egy... mit keresünk? Semmit nem keresünk, mert megtaláltuk. Tudom, mit találtunk? Mit találtunk? Egy macit. Kell egy maci. Oda néz. Ilyet a sötét szobából kell ez a maci. A maci ráfeküdt a tigrisre. Hogy miért? Várjál, még valami kell. Még valami kell. Mi kell? Egy ilyen nagy valami. Olyan... Fekszik is, meg hosszú is, meg... Na várjál, mutatom. Megvan, ami kell, oda nézni kell. Ó, te! Szerintem most már sokan tudjátok, hogy mire készülünk. Nem más, hogy csinálni, hogy ugratni fogunk ezzel az autóval, hogy jó magasra, jó messzire, majd meglátjuk, hogy fog el sikerülni, vagy mi fog kisülni bele. Ja. A kamera jól van, nincsen semmi baj, legalábbis reméljük. Ja, na, most eljössz, rendben van. Miért ugratott? Látod? Ja, ajtóhoz van. Ajtó gyorsan, nagyobbra, most lehet, hogy nagyobbra kéne, nem? Azt hiszem, hogy végeztünk. Én is a feleségem azt mondta, hogy ennyi elég volt mára. Miért ugrattunk, látta? Ja! Amúgy most elpakolunk, és van a Davisnek is ilyen távirányítós autója. Mutatom milyen. Hova mész, Nyuszi? Ha? Mutatom neked a Davisnek az autóját. Davis, hol vagy? Gyere ide! Megmutatjuk a...
Most hova mentél? Ja, na nézzél, ez a Davisnek a Time Light-os autója, látod, ilyen versenyautó. És ez a versenyautóhoz van nem más, mint egy kormány, ez az irányító. És hogyha ezt nyomod, akkor megy előre, hátra nem megy, csak előre megy, meg pörög. Látod? Na gyere, megmutatod nekik, hogy hogy működik? Tessék, na, tartod? Úgy. Úgy, össze-vissza, de közben nézd, hogy merre vezetsz te, nem? Amit szeret volna játszani, csak most azt hiszem, hogy a nagy autó kell neki, mert oda raktam be a nagy autót, ugye ott van benne a szekrénybe, és ott nézegette. A nagy autó jobban tetszik neki, azt hiszem. Ez se olyan rossz, az még neki való, a nagy autóhoz nem. Azt hiszem, az 12 plusz, vagy 14 pluszos, vagy 8 pluszos? Nem is tudom. Na minden, ugye most nem más csinálunk, mint megmérem a lázomat, ugyanis kezdek melegedni. Látod, ez a lázmérő ilyen dobozban van bent, és ilyen elemes, így meg kell nyomni. Mutatja, hogy nincsen rajta semmi. 36-5. Beteszel ide a honnal alá, és ha végzett, akkor csipogni fog. Bár azt is mond, rá van írva, hogy belerakod oda a szádba is. A segedbe nem tudom. Ugye a gyerekeknek szokták, hogy a segükbe is dugni. Na minden. Nekem sose szokták, legalábbis nem emlékszek rá. Nekem mindig a honom alá szokták. Meg van ez a füles is, meg ez a hajas, nem hajas, a homlokos is. És volt ez a fülesünk, csak elromlott. Utána vettünk még egyet, azt az is elromlott. Na most visszatértünk erre a csipogóra. De ez meg a Davisnek nem a legjobb, mert sokáig tart. Na várjál, csipog, megnézzük, hogy mi a lázom. 5-7. Az nem láz. Na, ő is ivott egyet, vagy iszik egyet, én is ittam egyet, én aztán most egyet leülök, aztán nem tudom, hogy csak pihenek valószínűleg, de torkom még mindig faj, nem akar jobban lenni. Azt, amit akartam nektek mondani, mindenkinek meg szeretném köszönni, aki feliratkozott az új angol csatornára, ugye a Tom Vlogs-ra, és ugye kommentálhatok magyarul, kommentálhatok angolul, a magyar kommentekre nem válaszoltam, ugye nem is fogok, mert angol csatorna, angolul beszélek, tehát ha ki oda akar kommentálni, kommentálhatok magyarul, nem fog rájuk válaszolni. Csak is angolul. Nagyon sokan írhatok angolul. Tehát, hogyha nem tudsz angolul, vagy ha tudsz angolul, de és nagyon picit tudsz angolul, és nyugodtan kommentálják. Hogyha jó is, vagy úgy gondolod, hogyha nem jó is, nyugodtan írjál. Én meg fogom érteni, meg szerintem mindenki. Tehát azért nem kell aggódnod, hogy valaki nem érti, vagy én nem értem meg. Tehát próbálok válaszolni mindenkinek, aki angolul kommentál oda a csatornára. Ott angol videók lesznek, magyarok nem lesznek, ugyanis kérdeztetek tőlem, hogy itt nem lesznek magyar videók? Nem, miért lennek ott magyar videók? Magyar videók azok itt vannak, ezen a csatornán. Mit hoztál nekem? Meghozta az üvegét. Ott azon a csatornán csak angolul lesznek a videók. Tessék, mit akarsz? Tessék! Aztán még valamiről akartam beszélni, ugyanis sokan mondtátok, hogy mikor a végén elköszöntem és mondtam, hogy szia! Az a szia az nem magyarul volt, ugye sokan mondták, hogy ez magyarul van, nem tudod rendesen kimondani, hogy a sziát angolul, ugye? See you, de úgy mondod, hogy see ya, legalábbis így is mondtad, úgy mondod, hogy ha valakivel találkozol, és úgy mondod, hogy see you, hogy furán fognak ránézni, tehát tudják, hogy mit mondasz, vagy persze megértik, de valakivel beszélsz, gyere, üljél fel, akkor nem úgy mondod, tehát az a szia, az szia magyarul, a see ya, az meg angolul szia. Tehát magyarul, na mindjárt, értelek, hogy mit mondok. Tehát azt rendesen mondom. Csak gondoltam, megosztam veletek, mert sokan nem értettétek, hogy miért beszélek magyarul, mikor nem magyarul beszélek. Na mindjárt. Nagyon nyuszi. Gyere. Ittam egyet, szopogattam egy ilyen strepszilzára, a torkom még mindig fáj, de most nem lehet, hogy azért, mert túl sokat beszéltem. Úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem, próbálok nem sokat beszélni. A hétvégén megint érdekes videók lesznek. A hétvégi videóban amúgy már jobban leszek, mert azokat a videókat múlt héten, két héttel ezelőtt filmeztük a Lukasszel, és ott nem volt semmi. Ja, ugye próbálok megjavulni, úgyhogy jövő héten remélem, hogy jobban leszek, és újra tudok nektek ordibálni, hogyha valakinek hiányzik, bár a mai videóban is megint hangosan beszélt. Na ugye. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól könnyikor nézzétek ezt a videót, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!